2016-ban összesen 480 ezer tonna almát szüreteltek le a termelők, ebből mintegy 120 ezer tonna volt az étkezési alma, a feldolgozók 360 ezer tonna gyümölcsöt vásároltak fel a termelőktől. A Fruitweb Magyarország zöldség-gyümölcs szakmai szervezet és terméktanács prognózisa szerint ebben az évben a becslések szerint körülbelül 26 ezer hektár körüli termőterületről 550-600 ezer tonna gyümölcsöt szüretelnek le. A termés kétharmada azonban ipari alma lesz, és csak a maradék étkezési minőségű. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint azonban a mintegy 5 ezer hektáron telepített rezisztens ültetvényeket nem számítva, megfelelő termőterülete van az étkezési almának, bár egy részét a tavaszi fagyok károsították. Azt mondhatjuk, hogy egy 15-20%-os fagykár keletkezett, és vannak olyan kertek, amelyikben ez prognosztizálható, és vannak olyan kertek is, amik hál' Istennek ezt a sok jeget megúszta, és még eddig sikerült megóvni a növényvédelmet, és ott azt mondhassuk, hogy az étkezési alma szép, és az idő előre haladottságának megfelelő méretű is szép étkezési almák lesznek. Viszont ahol a fagy károsította, ott lesznek az étkezésében ilyen fagyléces almák, amik eleve átmennek a léalma oldalára, és ezzel azt mondhatnánk, hogy a léalmában nem várunk olyan mértékű ezt a 20%-os körüli kiesést, mint az étkezési almában. Ez már egy nagykáló határában lévő hagyományos ültetvény. Tulajdonosa csak nem 4 hektáron termel almát. Tavaly 1 hektárról csak nem 400 mázsát szüretelt le, idén ennél mintegy 100 mázsával kevesebb gyümölcsöt szednek majd le a fáiról. Az ültetvény tavasszal elszenvedte a már szokásos jégkert, és bár a csapadék elegendő volt, az augusztusi időjárás még nagyban befolyásolhatja ezt a termés mennyiséget is. Összességében egy közepes termés várható. Vannak olyan fajta körök, ahol szinte túlkötöttség is alakult ki, viszont van olyan, amelyeken egy darab alma nincsen. Gondolok itt például a Gloucesterre, ami hát nagyon-nagyon keresgélni kell az almát. A Gála például, ott viszont hiába leritkítottam, olyan túlkötés van, hogy ott viszont az lehet, hogy problémát fog jelenteni. És ami a legfőbb fajta az idered, ott pedig tényleg azt lehet mondani, hogy egy közepes termés várható. Nincsenek csokorba az almák, szépen egyesével vannak elhelyezkedve, nem lesz mennyiség, nem lesz nagy mennyiség, viszont talán ami megmarad, és ha sikerül a növényvédelem normálisan, akkor azok viszont nagyon szép, egyöntetű, egyforma almák lesznek. A Fruitweb zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács prognózisa szerint a hazai termelést nagyban befolyásoló uniós almatermelés idén 8 és 9 millió tonna között várható. A fagykárok miatt a kiesés csak Lengyelországban mintegy 1,5 millió tonna körül valószínűsíthető. Mértéke ugyanakkor uniós szinten kisebb, mint azt nemrég még várni lehetett.